Ez életem legkisebb méretű formaterve, ez egy kilincs, és a legelső formaterv másodéves koromban készítettem. Ez pedig a legnagyobb, egy 5000 lóerős villamos mozdony, természetesen csak a makettje. Ez pedig az eredeti, a vasúttörténeti parkban van, köszönhető azoknak, akik szerették és megbecsülték a mozdonyt, ez a prototípus, a teljesítménye 5000 lóerő, és a hossza 10-20 centi hián 20 méter. Én hogy lettem formatervező? Először is mániakosan rajzoltam, ameddig vissza tudok emlékezni. Örököltem. Anyám is, apám is jó rajzos volt. Ez már eleve ad valamilyen fajta meghatározottságot. Aztán a másik, hogy rendkívül erős volt a műszaki érdeklődésem, szintén gyerekkoromtól. Mindenféle vasakat gyűjtöttem, és imádtam őket. Eljött az idő, hogy jelentkezni kell az egyetemre. Egy szó, mint száz, a kezembe került egy pici fehér füzetecske, osztogatták a suriba, és lapozom, hogy milyen egyetemek vannak, hova lehet jelentkezni. És van egy ilyen, hogy ipari formatervező szak, Magyar Iparművészeti Főiskola, van rajta egy leírás, az ős professzorunk, a Dózsa Farkas éppen manipulál valakivel, tehát formákat nézegetnek, és leírják, hogy miről van szó. Na most én, aki a technikumban végig rajzoltam, és a tanáraim gyűjtötték a karikatúráimat saját magukról, azt szerették legjobban, valami olyan ilyen villámcsapásszerű érzés azért, az nem semmi, hogy oda megyek az osztályfőnökhöz, visszakérem a felvételi jelentkezést, és csak és kizárólag ide jelentkeztem. Hát a diplomamunkám elektroenkefalográf volt, olyan készüléket kellett csinálni, ami európai szinten, de minimum KGST szinten helytálló. Megcsináltam. Ott voltak éppen a filozófiámra is rájöttem, hogy változatokat kell tervezni. Egyszerre soha nem találja meg az ember a megoldást, és 8 változatot építettem ki logikusan. Én voltam a fegyvergyárba, a fene tudja még hány helyen, Isten háta mögötti helyeken, és se egyik se tetszett. És akkor egy ilyen csodálatos eset, hogy utoljára bementem a Ganzgyárba, Lövőház utcába. Ó, hát eltelt ott egy pár év, mire megtudtam, hogy mi is az a lövőházai Ganzgyár. Hát ott dolgozott a Déri, a Vláti, a Cipernovszki, és a falak lehelték az intelligenciát, nem tudok mást mondani rá. Egy felejthetetlen pillanat, hogy végignézek egy ilyen termen, megnézem az arcokat, és atya úristen, hogy itt dolgozhatnék. Kaptam egy egész napot a felvételére, délbe kész voltam vele, behívtak, és azt mondták, fiatalember fel van véve. Én soha életemben nem kerestem munkát, a munka keresett meg engem. A Ganzgyárba kezdtem először egy főosztályon, utána a főkonstruktőr közvesztem, beosztottja lettem, és minden osztálynak sok osztály volt, forgógépek, készülékek, járművek, transformátorok, tehát az az erős járműipar teljes mértékben lefette. Gyakorlatilag szinte minden osztálynak dolgoztam, és ezt úgy tudom meghatározni, hogy volt trendteremtő képességem. És hát ott a legnagyobb munka, amit csináltam, 30 évesen az 5000 lóerős villamos mozdony. Megszenvedtem érte, de szóval a lényeg az, hogy ott is azt kell mondanom, hogy siker volt, mázli. Ezért én például nem dicsekedhetek olyannal, hogy piacon vagy boltba vásárható készülékeket terveztem. Foglalkoztam vasútbiztosító berendezések tervezésével, illetve vasúti irányítóközpontokkal is. Hát az irányítóközpont tervezés az egy kicsit belsépítészet. Azt szoktam mondani, hogy egy mérnök bármilyen konstrukciót létrehoz, annak mindenképpen van alaki megjelenése. De tervezett benne az emocionális része, vagy nem tervezett? Sznobokat szolgál ki, divatot szolgál ki, magyarul sablonos, vagy nem sablonos. Nem tudom, hogy Kant vagy Hegel mondta, hogy az esztétikai minőség mértékegysége az idő. Akkor, amikor
bármi olyat terveztem, aminek várhatóan hosszú ideig fönt kellett maradnia, előre kellett tudni tekinteni. Bármilyen nevetségesnek tűnik, nem is tűnik nevetségesnek, szó se lehet róla. Mert hiszen említettem, hogy tervező nincs jövőkép nélkül. Nincs alkotásfilozófiai kvalitások nélkül. Na most az alkotásfilozófiának rendkívül fontos része az, hogy időtálló vagy nem.